Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás október 3-áig. A következő napokban kapsz egy fontos hírt. Ez útban van hozzád. Ez a hír jó, kellemes, hiszen itt látható a 4 levelű lóhere, ami szerencsét hoz. Ez a levél szimbolizálhat egy szerződést, vagy egy dokumentumot is. Alatta vannak a halak, ami utal pénzügyi dolgokra, itt lehet egy nyeremény is. Amit a halak még jelentenek, ezek a belső értékek, egy ilyen lelki kapcsolat, és itt látható ez a férfi, aki útba van hozzád. Légy magabiztos, vedd kezedbe ezt a kulcsot. Te mindezt megkapod, erre utal a hold. Amit a hold még jelent, a remények, az álmok, és ez a férfi álmodozik rólad. Ez szép és kellemes, hiszen a 4 levelű lóhere szerencsét hoz. Hamarosan lesznek nálad fontos beszélgetések, ebben biztos lehetsz. Itt nyílik egy új ajtó számodra ezek a lehetőségek, vagy a munkádat illetően, vagy a párkapcsolatot illetően ki fog hatni a sors utadra. A park az jelenti a nyilvánosságot, de húzódj vissza. Ne beszélj a nyilvánosságon egészségügyi témákról, hiszen ez a fa utal egészségügyi témákra. Légy inkább visszahúzódó, tartsd meg a véleményedet magadnak. Hiszen ez a kasza azt jelenti, hogy vágd el a nyilvánosságot. Ahogy mondtam, húzódj vissza. Amit a kasza még jelent, hogy olyan hirtelen jön valami, vagy jelentkezik valaki nálad, valami, amire nem számítottál. Itt beszélgetésekről van szó. Légy nyitott ezekre a beszélgetésekre. Figyelj oda, hogy mások mit közölnek veled. És a későbbiek folyamán meg lesz az, hogy a nyilvánosságon vagy, mások észrevesznek téged, felnéznek rád, megkapod a megbecsülést, de még ne a következő napokban. Inkább légy visszahúzódó, légy zárkózott, ezzel most előnyöd lesz. Amit ez a fa még jelent, hogy keresed a helyedet az életben, ahol úgy érzed, igen, itt le tudok gyökerezni. Ez lehet a hivatásod, ez lehet a család, vagy a lakhelyed, vagy a párkapcsolat. Mindezt el fogod érni ezekkel a könnyűségekkel, hiszen a madarak erre is utalnak. Itt kinyílik számodra egy ajtó, egy lehetőség, ami szerencsét hoz. Az anyagiakat illetően is, és az értékeket, a belső értékeket illetően is. És én kívánok neked egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!